A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Általában ezt június elején tartják meg a világ különböző országaiban. Magyarországon a 20-as években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napján gyermeknapot tartsanak. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg ezt a napot. Ennek célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Bonyhád Majoson is hosszú évekig megünnepelték a gyereknapot. Utoljára 2019-ben népesült be a Majosi Sportpálya gyereknap alkalmából. Akkor a szokásos kicsik által kedvelt habpartén, arcfestésen, ugrálováron, munkagépek kipróbálásán, ügyességi versenyen, rendőrségi bemutatón kívül egy különleges programmal is készültek a szervezők. Az ország leghosszabb egybefüggő palacsintáját sütötték meg. A finomság 350 méter hosszúra sikerült. A rekordot már a múltban egyszer tartották a bonyhádiak, aztán elhódították tőlük a salgótarjániak. Végül a Tolna megyei lelkes csapat 2019-ben ismét megszerezte azt. Délután 5-re kellett elkészülnie az összerakott kígyónak. A bonyhádiak ehhez 3000 palacsintát sütöttek meg, és töltöttek úgy meg kakaóval, hogy az ne folyjon ki. A helyieknek szívügye a gyereknap, ami tulajdonképpen egy kicsit falunap is. 1993-ban tartották meg az elsőt. Családok, barátok fogtak össze, hogy létrejöhessen a rendezvény. Hosszú évekig június első szombatja tehát egy biztos pont volt a majosiaknak, ám sajnos ez a hagyomány tavaly megszakadt, és úgy tűnik, idén sem ünnepelhetnek együtt a Majosi Sportpályán, mondja Sárkány Szabolcs, a körzet önkormányzati képviselője. Sajnos az idei évben nem tudjuk megrendezni a gyereknapot, mert a jelenlegi járványügyi szabályok szerint ez nem ad rá lehetőséget, ezért a várossal, a Kolónia Alapítvánnyal, mint társszervezővel, és mi, akik szervezünk ezt a gyereknapot, aminek ugye közel 20 éves hagyománya rendelkezik itt a városban már, sajnos nem mertük ezt elvállalni, és így idén nem lesz megrendelésre, nem kerül megrendelésre a gyereknap. 2019-ben volt utoljára megtartva, tavalyi évben ugye sajnos akkor se lehetett, és ugyanígy ebben az évben is a szabályok nem engedik a megrendelésnek a lehetőségét. Azért fontos a majosiaknak ez a gyereknap, mert évekig, évtizedekig június első szombatján még azok is visszatértek a településre ünnepelni régi barátaikkal, akik korábban elköltöztek onnan. Nagyon fáj a helyieknek, hogy idén is elmarad ez a rendezvény. Remélik, hogy jövőre lesz mód arra, hogy megtartsák a majosi gyermeknapot. Akkor többszörösen is bepótolják az elmaradt meglepetéseket.